Hát köszöntöm a nézőket, Brajer Péter helyett most én vagyok a műsorvezető, és kicsit furcsa a helyzet, sosem csináltam még ilyet, tehát ha bakiznék, akkor nézzék el nekem. Itt vagyunk pénteken, kora délután, a Softim heti szakaszban, a gyertyújtás 19 óra 19 perc, és a szombat pedig 20 óra 25 perckor megy ki. És hívtam egy vendéget is magamnak, magamhoz, egy jó beszélgetés, egy jó barátomat, Horváth Józsefet, aki itt van velem. Szia, Jocó! Szia! Na, le kell lazulni egy picit, és azt gondoltam, hogy játszunk egy asszociációs játékot, a nézőkedvé mondom, én felírtam ide 8 szót, vagy ami 9 is, és a Jótól sem tudja, mi van benne. És mit gondol erről az a kérdésem ő hozzá? Tudni kell a Jocóról, hogy ő a Bécsan közösségnek a világi vezetője, régi barátom, de nagyon érdekes munkája van, de egy pár szót akarsz mondjál magadról, beszélj te is. Ki vagy te? És pont, 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 pont. Hát szóval Horváth József vagyok. Bécsalom zsinagóga világi vezetője, ahogy elmondtad, ez 2011 óta van. Alapvetően mérnök vagyok, meg van egy tanári végzettségem, úgyhogy mérnökként és kicsit tanárként dolgozom. Ugye a tanári munka az, amit te felkértél, hogy segítsek hittan oktatásban, úgyhogy Diósdi, illetve Szászhalombattai iskolában tanítok hittant kisgyerekeknek. Mérnökként meg igazságügyi szakértőként dolgozom, illetve FIDIC szakértőként. Aki nem tudja, mi az a FIDIC, annak most nem mondom el, mert bonyolult. A zsidó közéletben pedig hát elég régóta veszek részt. 12 évig voltam a Makabi Vívó és Atlétikai Klubnak az elnöke. 2010-ig, 98 és 2010 között. Az a VAC. Tehát nem VAC, nem Makabi VAC, hanem Makabi VAC. Így van, VAC. Ugye ezt egy dr. Dömény Lajos nevű ügyvéd alapította 1906-ban. Jelenleg pedig Justin Ádám vezeti a klubot, éppen most vettek részt Makabi világjátékokon Izraelben. És még ezer más dolgot csináltam a zsidó közösségben, de azt hiszem arra most nincs idő, hogy ezt de elmeséljem. De valami az unikum vagy, mi az, amit csak te csinálsz Magyarországon? Csak én csinálom. És az emberek pocakját célzod meg vele. Kóser, kecskesajt. Kóser, tényleg, kecskes. Még ez is van, igen, igen, hogy kecskéket tartok. És... Tehát Dávid Király utóda vagy, pásztorkodsz is minden mellett. Így van. Jó, hát akkor Jocót megismertük. Tehát ő sem tudja, mi van benne, és ki fog húzni valamit, és elmondja, hogy mit gondol róla a magyar zsidó közéletben, hisz a Pilpul arról szól, hogy a oda-vissza játék, a Talmudnak egy olyan tanulási módszer, amelyikben kérdésre-kérdésre válaszolnak. Tehát tessék, nem ért puskázni, valamit húzzál ki. Legfelsőbb egy... Na, mi van ráírva? Megtérés. Megtérés. Na, mit gondol egy világi zsidó ember a megtérésről? Hát ez nagyon egyszerűnek tűnő dolog. Tulajdonképpen az első gondolatom az, hogy ha valaki valami rosszat csinál, akkor azért nem csak bocsánatot kér, hanem változtat is a viselkedésén. A rosszat csinál, az főleg emberrel szemben, tehát hogy valakinek rosszat tesz, vagy valakit megbánt. Ez évente egyszer csináljuk csak? Vagy nem, ez bármikor. Én azt gondolom, hogy bármikor lehet csinálni. És akkor mire van a Jom Kippur akkor? A Jom Kippur az ember és Isten közötti kapcsolatról szól nekem elsősorban. Tehát az egy saját magam hibáinak a belátása. És sikerül? Hát próbálkozik mindig az ember. Igen, hát igen, fölismerni, definiálni, megbánni, átgondolni, igen. Megtérés, ugye a héberül Tesuvá, visszatértés, és visszatérés az a új év és Jom Kippur között lévő 10 napnak a neve, hogy Aszeret Jomé Tesuvá, a bűnbánat 10 napja. Hát igen, ez az első
szavunk a megtérés, ugye újév és Jom Kipur között ez egy fontos időszak, sőt már elúl hónap van múlt szerda óta, tehát vagy most szerda óta ez a megtérésnek a hónapja. Jó, hát akkor megtérésről, akkor az első pilpul a nézők felé is, hogy vagy Jocó is mondta, keressük meg önmagukat, hogy hol tudnak egy picit még jobban javítani, visszatérni valami régi, olyan normákhoz, ami régen evidencia volt, és ebben a mai rohanó világban már néha kevésbé az. Hadd kérdezzek én is bármit. Ha már megtérésről beszélünk, hogy ha valaki nem ismeri fel a saját hibáját, akkor akár egy rabbi, akár egy közösségi tag, hogyan tud segíteni a másik embernek? Hú, ez a Tóra beszél erről, a feddésnek, tehát jogosult bárki privát módon, nem megalázva másikat, a hibáira fölhívni a figyelmet. De ez a felelősség, hogy ha tudja az illető, hogy ettől ki fog borulni a másik ember, aki nem... nincs a fölkészve, hogy kritizálják őt, akkor azt mondja a sumáruk, hogy ne kezdje addig mondogatni neki, amíg ő bocsánat nem fog kérni tőlem, hanem inkább kérjek én bocsánatot őtőle olyanért is, amit én nem követtem el, hogy hát ezáltal ő rá fog jönni a saját vétkére. És egyébként azt mondja a sumáruk, hogy a vétlenül elkövetett bűnökre sokkal nehezebb, arra is kell megtérés, hiszen az Avenu Malkinumban rengeteg ilyen van a újévi imákban, amit el sem követtünk sohasem, és sokkal erősebb, például valamit, én tudom, hogy én loptam, akkor könnyű megtérni. Loptam, bocsi, visszatom a pénzt, megtérek. De hogyha valaki, tehát olyat, amit nem is tudom, elkövettem, arra is gondolik, hogy hoppá, én lehet, hogy olyat csinált, amit rossz volt. Nem tudok róla, de igyekszem, hogy még véletlenül csinálok olyat. Tehát van lehetőség, de semmiképpen sem úgy, hogy a másik embert bántsam, ez egy fontos dolog. Na, lapozok meg. Én mindig le. Rásekol. Rásekol. Hó, Rásekol. Rósákahál, a közösség feje. Mi a dolga Magyarországon egy világvezetőnek? A rabbi csak prédikálnak, meg esketnek, meg mit. Mit csinál egy Rásekol? Elvileg. Mi volna az az út, hogy a magyar zsidóság fölvirágozna? Hát én nagyon egyszerűen szerinted szoktam megfogalmazni a világi vezetőnek a feladatát. Tulajdonképpen annyiról szól, hogy a fizikai körülményeket biztosítani ahhoz, hogy a rabbi nyugodtan tudjon dolgozni. Tehát, hogy legyen a zsinagóga fizikailag rendben, ott lehessen csinálni a dolgokat, gazdálkodjon a pénzzel úgy, hogy jusson oktatásra, közös programokra, mindenre. Tehát, hogy tényleg egy ilyen nagyon leegyszerűsítve egy gondnoki feladat. Nyilván annál egy kicsit több, de mégiscsak a fizikai körülmények biztosítása. Értem. Tehát gyakorlatilag egy kézilány, vagy kézi fiú, aki a kezébe adja a séfnek a dolgokat? Egy segítő. Ugye én azt gondolom, hogy egy zsinagógában egy rabbinak se csak annyi a feladata, mint ahogy te se csak annyit csinálsz, hogy előimádkozol, túrát olvasol, eskedsz, elmondasz egy briszen egy áldást, tehát hogy nem csak erről szól egy rabbinak az élete, hanem tanít, programot szervez, ha van valami közösségi igény, akkor azt segíti. A Rásekolnak meg az a dolga, hogy a rabbi ilyen irányú tevékenységeit segítse a tárgyi dolgokkal. Akkor bővítsük, ahol képíti ezt a Rásekolt. Kuros Péter Rásekol? Orbán Viktor Rásekol? Kötelességük ezeket megcsinálni? Én azt gondolom, hogy a Kunos Péter, mint ügyvezető igazgatója a Mazsisznek és a Bézsehának, ő ilyen szempontból egy Rásekol. Tehát ő egy az ügyvezető igazgatói szerep, az tulajdonképpen egy végrehajtó szerep, végrehajtja és segíti a vallási életet, közösségi életet.
Normálisan azt gondolom, hogy úgy kellene működnie, hogy mondjuk a BZH-nak meg a Mazsisznek vezetősége, előjárósága, hogyan hívják, akik a stratégiai döntéseket meghozzák, és az ügyvezető igazgató pedig végrehajtja ezeket a stratégiai döntésekhez tartozó tennivalókat. A miniszterelnök, a magyar államnál, ugye ott is nagyon szépen jogilag ketté válik a végrehajtó hatalom és a döntéshozó hatalom, tehát egy miniszterelnöknek végre kell hajtani az országgyűlés által megfogalmazott dolgokat. Nem ez az a kérdésem, az, hogy a magyar kormánynak kötelessége-e támogatni a magyar zsidó közösséget, mint ahogy te is támogatod a Bécsalomot, vagy bármit. Tehát ő is, tehát azt mondta, hogy amennyire végrehajt valamit, neked van igényed arra, hogy végrehajtsad. Azért választottak meg téged erre, mert úgy érezték a választók, hogy te egy jó fej vagy, és ezt meg tudod csinálni. A kérdés az, hogy a magyar államnak mennyire kell beleavatkoznia egy adott közösség, adott vallási társaság életébe, mint rásekolként ezt elvárod, vagy kikered magadnak inkább, hogy ezt megold a saját magad. Ketté választanám a dolgot. Ugye a magyar államnak van egy olyan feladata a múlt miatt, hogy az elvett zsidó vagyonok utáni kárpótlás, ugye ez is általában az egyházaknak, egyházi bevételeknek egy jelentős része. De egyéb módon én nagyon konzervatív vagyok ilyen szempontból, és az amerikai modell sokkal jobban tetszik, mint bármi más, hogy az ilyen kárpótlás jellegű, vagy ingatlan járadék jellegű támogatáson kívül az államnak nem feladata, nem csak a zsidó közösséget, hanem semmilyen közösséget támogatnia direkt módon. Hanem azt gondolom, hogy a jó megoldás az lenne, hogyha különböző adókedvezményekkel, akár vállalati, akár személyi jövedelem adókedvezményekkel az állampolgárokat ösztönözni arra, hogy civil szervezeteket, vallási szervezeteket ők maguk támogassanak. Ugyanis ettől válnak az emberek, az állampolgárok, kicsit ilyen gazda szerepbe kerülnek, és számon tudják kérni akár a civil szervezetektől, akár az egyházaktól azt, hogy mire használják fel a támogatásokat. Amikor az állam adja a támogatásokat, akár civil szervezeteknek, akár az egyházaknak, abban a pillanatban elkezdődik egy benne van a lehetőség egy mutizásba, benne van egy lehetőség egy politikai elvárásba, és én nekem ez kevésbé szimpatikus. Ne felejtsük azt, hogy a igazi komoly szponzorait a zsidó közösségnek meggyilkolták. Tehát Richter Gedeontól kezdve, tehát hiányzik az a réteg a zsidó közösségből, egyrészt hiányzik rengeteg ember, 600 ezer ember, másrészt pedig tehát képtelen valószínű fenntartani. Tehát Magyarországon most, vagy Budapesten van mondjuk 10 000 aktív zsidó. Van csomó passzív, a 10 000 aktív zsidónak szerinted havonta mennyi pénzt kell hozzájárulni ahhoz, hogy a Mazsisz tudja működni? Ha önfenntartásra beszélünk. Oké. Okay. Szóval egy kicsit bonyolult a dolog. Ugye bármilyen egyház költségvetésében nagyon-nagyon jelentős részt tesz ki a nevezük kárpótlásnak ingatlan járadék, tehát hogy valamiféle normatív támogatás az elvett vagyon után. Egy nagyon jelentős részt tesz ki az olyan normatív támogatás, ami egyébként minden önkormányzati állami szervnek jár, szociális feladatok átvállalása, oktatás, egészségügyi feladatok átvállalása, és ami ténylegesen támogatás marad, azok ugye általában a beruházások, tehát az egyedi döntésű beruházások, illetve a működésnek, most nem akarok nagyot tévedni a számokban, de biztos, hogy nem több, mint 20-25%-a az, ami ilyen állami támogatásból jön. Na most, hogyha azt nézzük, hogy egy zsinagóga fenntartása, az kb. Évi 15-20 millió forintba kerül, nagyságrendileg. Étel, ital, áram. Étel, ital, rabbi gondolk, fizetés, minden. Előimádkozó, ünnepek, mindennel együtt. Az havi másfél millió forint, ha azt mondjuk, hogy ennek a 25%-a kellene, hogy jöjjön közösségi támogatásból. 375.
375 ezer forint havonta, ha van mondjuk egy közösségnek 200 tagja, vagy nem tudom, valami kellemes számmal számoljunk 400 ezerrel és 200 taggal, az azt jelenti, hogy 2000 forint fejenként havonta. Az kibírható. Én is azt gondolom. Másfél dobozt. Főleg, hogyha ehhez mondjuk járulna egy adókedvezmény. Tehát azt mondja az állam, hogy oké, nem adom ezt az évi x milliárd forintot az egyházaknak, civil szervezeteknek, ugye itt több milliárd forintról van szó, ellenben le lehet vonni az SZIA-ból a, nem tudom, a adománynak a felét, vagy tehát, hogy erre lehet kitalálni technikákat. Reméljük, hogy nézi a műsorunkat Lázár János Orbán Viktor is, és hát, ha meghallja ezt, vagy semmilyen Zsolt például. Hát igen, tehát havi 200 forint az nem a világ vége egyébként. A Mazsisz, ugye, ha jól emlékszem, 1800 forint per hónapban állapította meg a havi tagdíjat, ami szintén egy szimbolikus hozzájárulás. Igen, ugye ennek ez egy nagy öröm volt, amikor ez a döntés megszületett, mert hiszen mi 2011-ben döntöttük el azt, hogy először 1500 forint, aztán utána 1800 forintra emeltük a havi tagdíjat a saját zsinagógánkban. Amit örömmel fizetnek ki az emberek. Örömmel fizetnek, és nagyon sokan ennél sokkal többet fizetnek. Igen. Na, tehát enélkül nem működik a közösség. Ugye, hogy megesszük, megisszünk, azt kiélik fizetni. Na, következőt. Jövőkép. Már beszéltünk erről. Jövőkép. Jó, röviden akkor. Hogy képzeld el a ugye most ez a fiat bar mitzvá nem sokára, nem titok a közösség, a nagyobbik fiad. Mi lesz vele 18 évesen zsidóként, tehát 5 év múlva? Hogy képzeld el? Hol lesz? Hát, hogy hol lesz, azt nem tudom, de hogyha a tendencia folytatódik, ami most van a környezetünkben, akkor valószínűleg valami külföldi egyetemre felvételizek éppen 18-19 éves korában, vagy azt tervezgeti, hogy Izraelbe megy egy pár évre, minimum pár évre élni. Katonának? Akár katonának is, igen. Tehát, hogy a jelenleg... Nem fél? Hát az anyukája jobban. Tehát a jelen állapot szerint benne van mind a két gyereknél az, hogy ők az izraeli hadseregbe ténykedjenek. Nyilván azért is, mert hogy a unokatestvéreiket látták, hogy katonaként léteznek Izraelben. Svejcer Gábor barátom írt egy cikket nem olyan rég a egyik folyóiratban, amely azt írja, a zsidóság súlypontja át fog helyeződni a vallási zsidóságról a kulturális zsidóságra. Az a kötődés nem a Trinen keresztül lesz, hanem mit tudom én, Zingeren keresztül is, vagy bármilyen kulturális módon. Erről mit gondolsz? Én azt gondolom, hogy ez nem egy jövő, ez jelenleg is így van, hogy a zsidóság többsége nem csak Magyarországon, a világon, nem elsősorban a valláson keresztül éli meg a saját zsidóságát, hanem kulturálisan, hagyománnyal, tehát valamilyen családi emlékkel. Ugye ennek van egy nagy veszély, a kulturálisnak kevésbé, az ilyen családi hagyománynak van egy olyan veszélye, hogy egész egyszerűen már olyan messzeségbe tűnik majd a nagymama meg a déd nagymama, hogy egész egyszerűen a dénunokák, ükunokák már nem fognak emlékezni ezekre a családi történetekre, és a zsidóságnak az a része valószínűleg elveszik a zsidóság számára. Aki kulturálisan őrzi a zsidóságát, tehát akár Zinger, vagy bármilyen más hagyomány szerint, de ilyen kulturális hagyomány szerint, akár egy klezmer zene, vagy bármi egyéb, ott talán kisebb az esélye ennek. Ugye a zsinagógáknak, a rabbiknak, a mazsihisznek nagyon nagy feladata, hogy valami apró dolgot nyújtson azoknak az embereknek is, akik a vallási élettől távol vannak. Zsidófesztivál? Zsidófesztivál, a Judafest, ami persze nem mazsihisz program, könyvkiadás, tehát hogy rengeteg... Kósersajt. Kósersajt, de mondok másik példát, biciklitúra a Velencei tó körül. Én azt gondolom, hogy a Makabinak nagyon sok szerepe van ilyenekben.
az ifjúsági szervezeteknek, egy szarvasi tábornak, tehát hogy vannak azért nagyon élénk működésű nem vallásos zsidó szervezetek Magyarországon. Mindenkinek az a dolga, hogy valami kis zsidóságot adjon és megpróbálja ezt fenntartani. Miközben azt gondolom, hogy a nem csak a neológia, hanem akár az izraeli nagyon kemény ortodox világ is nagyon sokat hozzátesz a jövőhöz, hiszen a mit nevezünk vallásosnak, ugye rögtön föl lehetne tenni ezt a kérdést, de mondjuk én azt gondolom, hogy a vallásosságnak két alapkövetelménye van, az egyik a szombattartás, a másik a kósertartás, és nagyon nagy szükség van azokra az emberekre, akik vallásosak, mert hiszen ők tudják továbbvinni a hagyományt. Te vidéken laksz, ugye? Nem titok a nézők számára, kicsit vidék, pár kilométer Budapest. Kecskét nehéz tartani a 7. kerületben. Igen, és ott lehet kóser tartani, ahol húzta zámoron, ahol te laksz. Miért ne lehetne? Tehát, hogy... Csak az, hogy milyen kóser, milyen nehéz tartani a kóser hús, és bonyolult a Tesco, hát közelebb van. Azt gondolom, csak... hogy... Te meg tudod a kóser hús kérdést? Én mindig azt mondom, hogy semmivel nehezebb kóser tartani, mint vegetáriánus étrendet, vagy paleo étrendet, vagy fogyókúrás étrendet tartani. Mi a különbség a kettő között? Speciális alapanyagok kellenek mindenhez, csak az egyiket a vegánboltba veszed meg, a másikat meg a kóserboltba, vagy a Mazsihisztől, vagy a BZH-tól megvásárolod. Tehát te kóser húst vegyél, ez neked nem egy világvége probléma. Hát szerintem senkinek nem világvége. Hozzáteszem, hogy én nagyon kevés húst eszem. De van két fiad, aki sportol hát emberek. Ők se olyan sokat, mert kecsketejjel, meg kecske joghurttal pótoljuk a fehérjét, de gyakorlatilag nyilván kevesebb, vagy kisebb a választék, tehát hogy kóser felvágottból kisebb a választék, de én azt gondolom például, hogy a kóser virsli, amit lehet kapni a kóserboltban. Ugye én nem mindig tartottam kósert, én emlékszem a hagyományos virslire, sokkal jobb a kóser virsli, mint a nem kóser virsli. Ez a reklám helye, együnk kósert. Na, már csak 7 percig vagy, hogy lapot hát fölforgatom, válasszál kettőt. Akkor válasszál te. Igen, kóserság, ezt már kérdődtük. Erről beszéltünk. Üvegzseb, zsidóság megélése, hüpe, női kérdés. Beszéljünk a hüpéről. Hüpéről mert úgyis esküvő lesz a zsinagógában péntek, vagy mikor? Vasárnap. Vasárnap. Holnap után. Nem tudom, szerintem nem mondjuk, hogy ki é, aki tudja. Nem a zsinagógában lesz, a másikban lesz, de nálunk jöttek össze az ifjú pár, tehát egy fontos, egy Bécsalom párról beszélünk. Ismét Bécsalom párról beszélünk, tehát a zsinagógában lehet összejönni és lehet szerelmesek lenni. Hiszen mi is csak Bét Knesset, a közösségháza. Szóval azt gondolom, és nem csak a hüpéről, csak ez most egy jó apropó, hogy ezek a jelképek, akár egy bris, akár egy bar mitzváról beszéltünk az előbb, hogy az én fiamnak lesz jövőre, ugye egy pár hónap múlva, két hónap múlva, de akkor már úgy a zsinagógai jövőre, tehát a keres nézők azt hinnék, ez 2017-nek az őszén lesz. Őszén lesz. Akár egy a hüpéről, akár egy temetésről. Tehát azt gondolom, hogy ezek a jelképek nem csak a zsidóság számára, hanem bármilyen ember számára nagyon fontosak ezek a mérföldkövek az ember életében. Ráadásul a zsidóságban szerencsére ezek nagyon jól ki vannak találva, ezek a mérföldkövek, hogy hogyan lehet családi ünnepet, közösségi ünnepet csinálni az ember életének a különböző fázisaiban. Nyilván egy temetés az nem ünnep, de az is egy közösség összetartó. A vigasztalás egy fontos része az ember életének. Tehát hogyha nem vallási, történeti szempontból nézek mondjuk egy temetéssel kapcsolatos eljárásrendet, az valami egészen zseniálisan van kitalálva, tehát hogy szerintem minden 21. századi pszichológus is megnyalná a 10 ujját, hogy milyen szépen van felépítve akár egy temetéssel kapcsolatos dolog, de az esküvővel kapcsolatos feladatok is, hiszen ugye az esküvő nem ér véget a esküvői vacsorával, hanem utána a barátok még vendégül látják az ifjú párt
jó néhány napig, hét napig áldást mondanak rá, tehát hogy ezek nagyon szépen kitalált dolgok. Igen, te a hüppét kicsit később pótoltad be. Nekem miért volt fontos, hogy amikor már volt két gyereked, és ugye nem titok a nézők előtt, hogy én csináltam a hüppét a Jocónak, a lakásukban, a házukban, a kertben. Miért volt fontos az, hogy ezt a hüppét bepótoljad az életedben, így 40 évesen körülbelül? Hát talán pont azért, mert hogy ezek a jelképek, ezek azt gondolom, hogy rettenetesen fontosak az ember életében. Tehát, hogy ezek valami olyan plusz tudnak adni, amit én mérnökként nehezen tudok megfogalmazni, tehát nincsenek rá jó szavak, de hogy mégis belülről valahogy ezek egy nagyon jó érzést tudnak adni. Ha jön egy ember a zsinogába, én most tegyük fel, elutazom ma két napra, és jön egy új ember a zsinogába, nincs itt a rabbi, keres a Rásek volt. Oda egy hozzá, hogy jaj, horvát úr, én most vagy itt először, és én szeretném valamit most csinálni. Mi lenne az első olyan dolog, mondál neki jelképként, hogy ezzel kezdem foglalkozni. Melyik az? Mondjuk péntek este? Oda péntek. Az, hogy most itt vagyok éppen ebbe a zsinogába, és én megérintett minden. Jocó, mondj nekem valamit, mit csinálok én holnaptól? Egy dolgot. Milyen jelképet kér valószínűleg, hogy tud kapaszkodni. Tehát, hogy nem tevékenységet, hanem jelképet? Bármit. Mit csináljak én, hogy jobb zsidó legyek? Ha tevékenységet mondanék, akkor azt mondom, hogy tanulás. Tehát, de mit tanuljon? Bármit, ami zsidóság. Zsidó történelmet. Radnóti Miklós olvasson, vagy mi? Radnóti Miklós én nem... Én tudom, hogy mondanám, hogy tanulj meg öt betűt. Első betűt az ABC-ből például. Oké, ezt is lehet. Én... akár egy Ábrahám emlékezete című könyvet odaadnék neki a kezébe, vagy bármilyen ilyen mondjuk jól olvasható könyvet. Aztán, de például, ha jelképet mondanék neki, akkor azt mondanám, hogy mezüze. Első nap rögtön? Hát jelölje meg a házát, hogy minden nap emlékezzen arra, hogy ő zsidó. És a kintiek is lássák, hogy a mezüze az kívül van, nem az asztal közepére kell kirakni. Ez egy coming out. Mezőz egy nagyon komoly coming out. Akkor én kiraktam, anyukám még nagyon nem igazán örült neki, hogy ilyen dolgokat csinálok. Tehát sok embernek egy félelmes dolog, hogy a mezőzét kirakni. Tehát én is meg akart, aki belülre megy csak rakni a lakásában. Akkor tehát... rakja belülre, ha fél. Tehát, hogy nekem ezzel, ezt mindenki döntse el, tehát a félelem az nyilván egy nem jó dolog. De az, hogy emlékeztesse őt arra, hogy milyen lakásba ér be, hogy ő kicsoda, hogy honnan jön, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelkép. Igen, hát véget ért az adásidőnk is egy ilyen jelkép kérdéssel. Én a Jocónak köszönöm, hogy itt volt mindenképpen. Én köszönöm a beszélgetést. Hát, és akkor, ahogy befejeztük, hogy valami a jelképet az ember mindenképpen meg tud érinteni. Mezüze, alefbét, könyv. Amikor valaki jössze a zsinogába hozzánk, és kérdez, hogy hol tartunk a imában, mondom, ne foglalkozom vele, itt egy könyv, lapozgassa csak, nézegesse előről, hátulról, szagolgassa, majd amikor lejön harmadszor, ahol kezdő, hogy hol a Smá Iszrael, tehát mindenképpen a zsidóságban ezek a érintéses dolgok, ezek a jelképek, hogy van egy imakönyv a kezemben, hogy van egy alefbét, van egy héber betűk felhangzanak, ezek nagyon fontos dolgok, tehát én ugye új év előtt vagyunk pár héttel, pontosan 4 héttel vagyunk új év előtt. Én azt kívánom, hogy ebben a 4 hétben, ez így jó tanácsként, hogy minden héten vagy egy olyan jelképpel bővítsük a saját zsidó repertoárunkat, amelyik eddig nem volt meg. Mezüze, rakjunk egyszer tfilin, tanuljunk meg két betűt, vegyünk le egy könyvet a polcról, és valamit mindenképpen új évre, ne csak úgy menjünk bele az új évbe, hogy én most zsidója van, és én büszke zsidó vagyok, hanem azért a büszke zsidóság mellé legyünk tevőleges zsidók is. Az egy fontos dolog. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm, Jocó. Én köszönöm. Shabbat shalom. Shabbat shalom.